Magyarország tarnazsodány rossz kezekben van. Elhanyagolták a falunkat, kilopták az itteni pénzeket, és rengeteg embert, gyermeket mély szegénységben, nélkülözésben hagytak. A hatalom maga és az emberek közé kordont vont, és az itt élők közé is mély árkokat ásott. Olyannyira, hogy a jelenlegi polgármester sem itt él, hanem Tarnomérán. 13 évnyi rossz fideszes kormányzás után egyértelmű, hogy az országnak és tarnazsadánynak is változásra van szüksége. Egy jobb vezetésre van szükségünk. Túl sokáig volt ugyanis a kormányrúd rossz kezekben. Túl sokáig voltak a lehetőségeink kihasználatlanok, és túl sokáig tűrtük a hazug és embertelen vezetés hibás döntéseit. Mi a Momentumban ország és Európa szerte, az önkormányzatokban és az Európai Parlamentben egyaránt azon dolgozunk, hogy igazságos, emberközpontú és zöld Magyarországot építsünk. A holnap Magyarországet. Heves megyében is azon dolgozunk, hogy segítsük az itt élők mindennapjait. Ezért gyűjtöttünk közel 8000 aláírást Egerben az elkerülő útért, és ezért dolgozik a frakciónkban Lőcsei Lajos, országgyűlési képviselőnk is. A holnap Magyarországához viszont a holnap vezetőre is szükségünk van. Csík Miklós is egy ilyen vezető, aki készen áll az előtt álló munkára, mint a Momentum Mozgalom polgármester jelöltje Tarnazsodányon a 2024-es önkormányzati választásokon. Miklós elkötelezett tarnazsodányiként ismeri a helyek problémáit, és csak ő és csapata tudja azokat megoldani. Hiszen hazugságokból nem csak az ország, de Tarnazsodány is tapasztalt eleget. Ezt a települést elhanyagolták. Ígéretekkel és szép szavakkal kampányoltak, de mára kiderült. Mindez csak hazugság, kamu volt. Ami régen szép és zöld volt, az ma már romos és sivár. Ezt tapasztaljuk, ha bármelyik pontjára ellátogatunk a falunak. Életveszélyes és omladozó falakat, koszt, szemetet és rendetlenséget. A közösség büszkeségét, a templomot is elhanyagolta a polgármester. Ígéreteket tett, hogy rendbe hozza, de ma már itt is omladozik a vakolat, és erre is ugyanaz a sors vár, mint minden mással településen, ha nem változtatunk gyorsan. Ezeket a problémákat nap mint nap mindannyian tapasztaljuk én is, hiszen születésem óta itt lakom Tarnazsodányon. Hiszem és tudom, hogy közösen egy olyan települést tudunk építeni, amit minden itt élő megérdemel. Egy őszinte és fejlődő falu, ahol újra büszkék lehetünk arra, hogy itt élünk. Településünkre ismét vissza kell hoznunk a békét, a nyugalmat, nem lehetünk egymásnak ellenségei, csak együtt, közösen tudunk egy összetartozó közösséget építeni. Tarnazsodány megérdemli a változást. Megérdemeljük azt, hogy a falunk egy élhető, emberközpontú, biztonságos hely legyen. Dolgozzunk együtt! Ezért a Tarnazsodány. Sok sikert! Köszönöm szépen! Sok sikert! Köszönöm szépen!